Nos, sőt, kellemes ünnepeket kívánok ezzel az izével. Biztos új játékot akarok kezdeni? Már nem annyira. Mik ezek a hangok? Fó. Nagyon csecse a ház. De te annál ijesztőbb vagy. Na hát ez aztán a kellemetlen pillanat. Most mit csináljak? Ó, lehet mozogni. Ajaj. Vigyor? Vagy? Nem érdekes, ugrálnom kell. Le kell adni a felesleget. Ki kellett adnom magamba? Oké. Mi? Mit csinálok vele? Miért fogtam meg ott? El tudlak dobni? Aha, eldobtam egy sütit, jó. És eldobtam őt is. Oké, ez eddig tetszik. Gyere csak ide. Gyere csak. Ez kész. Adtam egyet a hátsójára is. Aha, ahogy nézem, szingli vagyok. Csak mindent megeszek, megiszok. Konkrétan zabálok, amióta itt vagyok. Ó, mégsem vagyok szingli, oda nézzenek. Mennyi süti van itt? Na, karácsonyi ajándékként kapok egy kis diabéteszt. Teli szájjal nem beszélünk. Tudok sprintelni is. Te jó ég, mi van ebbe még? Oh, hello, gyere csak. Vezess körbe. Aha, szóval karácsonyfa díszeket kell keresni. Fantasztikus. Mint az ott? Te, ki mondta, hogy elmehetsz? És közben rázom, miközben a kezembe van. Akarsz karácsonyfa dísz lenni? Ne szégy a lehetőség. Hova menekülsz? Fölkerülsz a fára. Mi ez? Oké. Okay. Erre kilőttem. Hozzájuk akartam vágni, de ehelyett inkább tapéta lett belőle. Hamisan énekeltek. Segítsek hóembert építeni? Sima ügy. Gyere segíteni. Találtam egy angyalt a háztetőn. Nekem ez nagyon jó, biztos. Éppen a manóval itt kefélem a szarvast, hogy nem tudom. Mi ez a banda itt? Ki mondta, hogy szórakozhattak? Rajta kaptalak, hogy szórakoztál! Mindig úgy képzelem el, hogy a télapó az valójában valami diktátor. 40 karácsonyfa dísz van összesen? Nem lesz ez meg. Nyis sajtót nekem. Hát ezt... átpasszíroztam a falon, finoman szólva. Húzzál már az útból? Ja, nem mondod? Akkor is a hógolyó része leszel. Ah, minek kell neked? Föl kellned. Ki vagy rúgva? Oh, hello. Jégszobor lettem. Ó, lehet, hogy használhatnám ezt a hógolyót, hogy fölugorhassak rá, és akkor talán elérem. Vagy nem, mert elgurul a francba. Miért nem építettem inkább hókockát? Fú, elég nagy darab lett már, lassan nehéz irányítani. Ahogy nézem, több havat már nem szed föl, és így nem lesz nagyobb. Hát jó, akkor nem lesz hóbolygóm. De komolyan, még ott is vagytok? Mekkora ez a játék? Úgy érzem, ez lassan átmegy túlélés törvényeibe. Tetszik, hogy mozgatom a kamerát. A hópelyhekből ilyen hócsíkok lesznek. Erre kiesek a világból és a jég alá szorulok. Fergeteges. Ja, hát oda sem megyek vissza, az is biztos. Ti ketten egyetek sárga havat nyugodtan. Ha nem gond, kirabollak. Boldog karácsonyt. Most ez valami sorrendben kéne. Hát ez jó lesz. 50% szerintem ez. Persze, hogy nem az. 50% esetében 90% az esélye, hogy elrontod. Nagyszerű. Nem érte meg. Azért meg kell hagyni. A Mikulás elég vaskos. Extra thick! Találtam egy szívet, de jó. Szükségem is lesz rá, ha ezt túl akarom élni. Meglékeljelek? Hát ennek inkább örül. Ó, és ez az én jégszobrom. Ez aztán hízelgő. Hogy mennek itt a dolgok? Mindenki alul fizetett itt. Keresek energiacellát, azt itt van egy az emeleten. Ti lusta szemetek. Ezért nem kaptok ti pénzt. Inkább eltörő, mint a játékot. Télapó ezért nem vállal felelősséget. Pitét kérsz? Mire föl? Hol a munkád? Mit csináltál ma? Itt éhendög lesz. Vigyem el a levelet. Mi a fene vagyok én? Dolgozzatok keményebben. Na, kezd alakulni a fa.
Egészen teledobáltam szeméttel. Épp befagyott az ajtó. Akkor is dolgozni fogtok. Kezd lefagyni a képernyő, aggódnom kéne. Mondtam, hogy hiába fagysz le. Kényszer munka elől nem menekülsz. Takarodjál dolgozni. Nem az utcát fűtjük, csukjátok be azt a rohadt ajtót. Miért van ez itt? Hogy beglitcheljek, oké? Okay. Azért meg kell hagyni, jobb, mint a Superman 64. Ezt a sebességet még Sonic is megirigyelné. Ugorj már föl! Köszönöm. Ajaj. Nem, nem, hogy rohadjál meg! Nekem szól a sorompó. Jó, kukkolhatunk, az jó. Na nézzük csak. Kilébecol, azaz. Ezt már szeretem. Kapnak pár korbácsütést, az biztos. Szerintem az a csillag ránk zuhan. Vagy nem. Oké. Okay. Elég bizarr. De a becsapódással nem tévedtem sokat. Az egyik a Manó azt mondja, hogy gyűjtsek bogyókat éjszakon. De rendben van, nagy okos, merre van éjszak? Eleve ott vagyunk éjszakon. Ó, várjál csak. Hát, ha mérgezőek, annál jobb. Ez ilyen hangtompított tűzi játék. Vess véget ennek. Ez egy vonatrablás. Habár fölugorhatnék a vonatra, és talán elérem azt a szartot. Ez az. De, hogy kell oda fölugrani? Hogy csinálom? Ahó. Lefagyott a Mikulás. Mondjuk elütöttünk egy manót, úgyhogy már megérte lefagyni ide. Oh, remek, jó, a betöltés működött. Már majdnem azt hittem, hogy a karácsony elmarad. Beszélj hozzám. Kakuk. Mi van, nem vagyok méltó hozzád, vagy mi? Esküszöm, ez a hely maga egy anomália. Nem akar beszélni hozzám? Ám legyen. Ez az. Ezért fizetésemelést kapsz. Remek, úgy örülök, hogy ebből ügyességi játék lett. Francba. Az, nehogy túlfussál. Az, csúszik a jég. Az a beszéd. Szépen óvatosan. Ez stresszes. Minél közelebb vagyok ahhoz a rakétához, annál frusztrálóbb ez. Ha, ez a beszéd. Ó, nem mondod, ott még van valami? Ezt hogy hagyhattam ki? Ki mondta, hogy itt lehetsz, menjél dolgozni? Nem tudok interakcióba lépni senkivel se. Mármint, de, mert el tudom őket baszni a világ végére, de ez nem ugyanaz, mit beszélni hozzájuk. Jegy nélkül ugyan nem? Összegyurmázom magam a vonattal, de semmi. Nem nagyon vezet eredményre. Úgy van, nekem szól a sarompó még mindig. Te meg ott úszol a hóban? Jól vagy egyáltalán? Ez messze nem természetes, amit csinálsz. Vedd már föl, köszönöm. Nem hiszem el, hogy ez a buzi manóit ugráltat. Már 20 diszt megvan a 40-ből, de jó nekem. Ez a hó-hó-hózás nem megy az agyamra. Nem menekülj, kapsz egy jégcsákányt a tarkódba. Nesze. Célozni azt nem tudok. Ja, hogy a pite az egy karácsonyfadísz. Tehát ezzel nem fogok vitatkozni. Remek, most már a süti is karácsonyfadísz. Mondom, mindenféle szemetet felrakok én arra a fára. Na, meghoztam azt a szaros pitét, cserébe túlórázó. Nem. Ó. Erbegettem előtte. Na várjál, hozok még egyet. Valaki bokádolja az ajtót. A Mikulás bezárták. Bárki is van kint, szétrúgom a seggét. Mi ez a blokád itt? Vagy, várj, ezen vége is a feladatnak? Nesze, itt van. Edd meg a földről, mert ezt érdemled. Azért meg kell hagyni, ahhoz képest, hogy mekkora a Mikulás jó kondiban van. Szerintem bebuggoltam. Ami tök jó. Érdekes, nem tudom folytatni. Ez egy hangyányi szívás. Már ott gyanús volt, hogy egy másik manó az mindig éhes volt, annak ellenére, hogy előtte ettem a pitét. Mármint többé már nem éhes. Tehát biztos empátiás nagyon. Akkor azt hiszem húzzunk innen. Most meg már repülnöm kell. Na, ez viszont már tényleg olyan, mint a Superman 64. Azt bírom, hogy a jobb meg a bal oldal föl van cserélve. Nem összezavaró. Na várjál, így föl tudom szedni azt az angyalt? Nem. Cserébe elütöttem, de nem baj. Az is kiváló. Merry
Christmas! Úgy legyen. Na jó van, az a helyzet, én ezt folytattam volna, de valamiért képtelen voltam rá, úgyhogy azt hiszem itt kellemes ünnepeket kívánok. Na csáó! Kibaszott boldog karácsony!